2012-ben szervezték meg először ezt a versenyt azért, mert az intézmény sajátos arculatához hozzátartozik a néphagyományápolás, mely szorosan összekapcsolódik az énekkel és a dalos játékokkal. Azóta ez már hagyománnyá vált, így minden április végén összegyűlnek a legügyesebbek, és a közönség előtt sorban egymás után éneklik a dalaikat. A város összes tagovodájába meghirdettük ezt a versenyt, sőt, még a környező falvakat is értesítettük erről a lehetőségről. Óvodán belül az óvónénik, tehát inkább nagycsoportos korú gyermekek vesznek részt, és az óvónénik válogatják csoporton belül, hogy kik azok a gyermekek, akik részt tudnak venni, illetve akik vállalkoznak erre a dalnapjára. Így 13 óvis szerepelt nem csak a városi, hanem a környékbeli óvodákból is egy-egy rövid dallal. Természetesen szakmai zsűri hallgatta a produkciókat. A zsűri nem csak a dalnak az éneklését figyeli, hanem figyeli a gyermek kiállását, figyeli, hogy mennyire mosolygós, mennyire tisztán, természetesen mennyire tisztán énekel, és mennyire pontos a szövegtudása. Ezek alapján pedig meghozták a döntést. Külön díjat kapott Csatai Botond Miskéről, harmadikak lettek Veres Árlen a Kunst és Tóth Bálint a Csokonai óvodából, másodikak Balog Alexandra szintén a Csokonai óviból, valamint Török Jázmin Homokmégyről. A legszebb hangnak pedig Lakatos Ábelét találta a zsűri. Már megszokott, hogy a verseny után a Csurgó zenekar énekelteti és táncoltatja meg a gyerekeket az udvaron. Egy, kettő, három, egész napon át, faragta meg furuját, vadrózsából tündérsípot csináltam. Na figyeljetek, írtam erre a dalra egy szöveget. Hallgassátok, meg lehet, hogy meg tudjátok tanulni. Egy, kettő, három, kettő, három, négy, egy, kettő. Így tudjátok, na hadd halljam, hopp!